Sok kedves vendég érkezett november 26-án Hajdúnánásra, akik a legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei ezévi országos döntőibe jutottak, ám ott nem sikerült helyezést elérniük. 95 település képviselői döntőseit várták erre a nagyszabású rendezvényre a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ színháztermébe, hogy átvegyék elismeréseiket. A Dunától keletre eső városok, falvak versenyzőit elsőként Viski József, az Agrárminisztérium vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára köszöntötte. Mióta életelet hiba, azt hiszem 2013-ban, azóta az Agrárminisztérium, illetve jogelődjei folyamatosan támogatták a lehetőségekhez méltán és legjobb tudásuk szerint ezt a programot, mert mi is úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, egy nagyon jó alulról jövő kezdeményezés, tehát ezt nem jogszabályokban, ezt nem az unió által előírt szabályok alapján jött létre ez a program, hanem volt egy kreatív teremtő ötlet, ami ugye elindult egy kis környezetben, ha jól tudom, egy 20-22 résztvevővel indult el a program, és most már több százan, több ezren vesznek részt ebbe a programba, és átételesen több tízezren érintettek ebbe a programba, és hogy miért is jó ez a program, tehát miért is támogatja az Agrárminisztérium ezt a programot, pont azért, mert nagyon-nagyon sok olyan célt jelenít meg ez a program, amiért mi is próbálunk tenni magyar és uniós forrásokkal, a szabályozási környezet alakításával, hogy a kormánynak kötelessége, hogy egy bizonyos szemléletformálás, egy tudatformálást is végezzen, és úgy gondolom, hogy ebben a programban nagyon sok olyan elem megjelenik, amit akár az alaptörvény szintjén, akár pedig morális előírásokban vagy egyes jogszabályokban megtalálhatók. Egy igazi alulról jövő kezdeményezés, amelyben egy szervezőnek vagy szervezőknek köszönhetően most már lassan egy országos mozgalom kezdett kibontakozni. A minisztériumnak azért fontos, mert mind a kormánynak, mind pedig az Agrárminisztériumnak a célja, amik a vidék népesség megtartó erejét próbálják növelni. Próbálunk eljutatni pozitív üzeneteket a lakossághoz. Szeretnénk azt, hogyha Magyarországon megtermelt egészséges, jó minőségű élelmiszert fogyasztan a lakosság. Tehát ezeket a célokat mind-mind képviselés tartalmazza ez a program, és úgy gondolom, hogy ezért kell a minisztériumnak is ezt támogatni, megjelenni ezen a rendezvényen és ösztönözni a fejlődésre, ugyanis úgy gondolom, hogy a lakossághoz sokkal jobban, hogy az alulról jövő az önkormányzati, a helyi kezdeményezések azok sokkal jobban megérintik az embereket, mint mondjuk egy központi kormányzati üzenet. Az Agrártárca a tanyafejlesztési és zártkerti programmal is segíti ezt a fajta tevékenységet. A tanyafejlesztési program 2011 óta, a zártkerti program pedig 3 éve segíti a potenciális pályázói kört is. Ugye korábban nem volt arra példa, hogy akár magyar költségvetési forrásból, akár uniós támogatásból a tanyákon élőket támogassuk. Ezért 2011-ben elindítottuk ezt a programot, tehát az a több évtizedes tendencia, hogy ugye a népesség elvándorol a tanyákról, a majorokból, illetve a kisebb településekről, ezt szerettük volna megfordítani, és azért nyújtjuk ezeket a célzott támogatásokat, és úgy látjuk, hogy igény van rá, talán sikerült megállítani, illetve lassítani azokat a folyamatokat, és úgy látjuk, hogy újra népesednek be a tanyák, azokon a tanyákon nem csak élnek, hanem valamilyen gazdálkodó tevékenységet is folytatnak a lakosok, illetve az átkertek kapcsán is az a célunk, hogy az önkormányzatok, illetve a különböző civil szervezetek biztosítsák az infrastruktúrális feltételeket, és lehetővé tegyék, hogy azokat a korábbi elhanyagolt területeket valamilyen módon termőre fonják. Itt pont a tegnapi napon sikerült eredményt hirdetnünk, és 2,4 milliárd támogatást tudunk a zárt kertek fejlesztésére adni az önkormányzatoknak. Szollár Tibor a vendéglátó házigazdaként üdvözölte a megjelenteket, és köszönte meg mindenki munkáját, akik ebben a programban résztvevők. Gratulálni szeretnék mindenkinek, aki vette a fáradtságot, és akár kisgyerekekkel, akár nyugdíjas korban azt az időtöltést választja, ami egyébként 20-30 éve nem lett volna kérdés. 20-30 éve ennek a programnak nem lenne ekkora vízhangja, de be kell látnunk, hogy átmentünk egy életmódváltáson, egy vidéki településen, és egy faluban is, egy városban ma az, amit önök végeznek, tevékenységet, sajnos ez nem normális. Egy kis faluban is normális az, hogy jön egyik zenélőautó, aki a zöldséget hozza, aztán jön a másik zenélőautó, aki a húst hozza, és hozzá vagyunk szokva, hogy teljesen elszakadtunk a természettől, és olyan élelmiszereket fogyasztunk, amelyek több ezer kilométert utaznak, és fogalmunk nincs róla, hogy egyébként hol, milyen körülmények között termelődtek meg. Mi létrehoztunk egy szociális földprogramot, nem megyek bele, mert az időt nem akarom tölteni. Hál' Istennek vissza lehet az embereket ebbe az irányba gardírozni, és rájöttek, hogy önmaguk szempontjából
Nem mindegy az, hogy délutánonként a sorozatot nézem, és mosom az agyamat, vagy valami olyanhoz térünk vissza, ami egyébként most egy protestáns városban vagyunk, ami ez teljesen hozzátartozott a itteni emberek életéhez, még a polgárias út részéhez is. Volt egy szőlőskert, a szőlőskertben volt mindenkinek egy rész szőlője, hozzáteszem, itt bőn egyébként szőlőkkel foglalkozni, de aki nem volt saját bora, az nem számított rendes gazdának. Kovács Szilvia, a program megálmodója, programigazgatója részletesen szólt az elmúlt évek munkájáról, arról a fejlődési folyamatról, ami nyomon követhető évről évre. Nem kevés munkát végeztek el ebben az évben, nem könnyű körülmények között, és pontosan ezért vagyok nagyon büszke arra, hogy ebben az évben 378 településről 2384 kertnevezés történt ebben az évben. Ez azt jelenti, hogy ezekben a kertekben 21.034 kertüvelő szorgoskodott. És ebből a 21.034 kertművelőből 11.107 20 év alatti. Ez az önök dicsérete, hiszen oda vették maguk mellé a gyerekeket, az unokákat, a fiatalokat, és ők szinte észrevétlenül, de megfertőződnek, hála Istennek, a föld szeretetével, és egyben a kertművelés minden csínyával, vínyával, tudományával. Ennek az évnek az újdonsága, hogy ebben az évben Magyarország legszebb óvodai, legszebb iskolai és legszebb önkormányzati kertjét is díjaztuk, külön azon túl, hogy országos díjat, 45-öt kiosztottunk a 233 országos díjra jelölt kert közül. És hát Hajdúnánás azért került a reflektorfénybe, bár eddig is az volt az én szememben, hiszen kezdetektől fogva szép eredménnyel és fantasztikus kertekkel szerepelnek, hogy ebben az évben az önkormányzat külön díjat Hajdúnánás hozta el, és én úgy gondoltam, hogy akkor tiszteljük meg ezt a várost azzal, hogy itt rendezzük azoknak az ünnepségét, annak a 188 kerteseknek felének az ünnepségét itt rendezzük meg, akik ekkor tudják átvenni az országos díjra jelölésükért az elismerést. Hiszen az én szememben ők ugyanolyan győztesek, mint akik megkapták azt az országos díjat, hiszen egy országos díjra jelölt és egy országos díjat kapott kert között sok különbség, valljuk be őszintén, nincs. Én tudom, hogy nincs, hiszen én zsűrizem elő ezeket a kerteket, és látom, hogy mennyire gyönyörűek és mennyire fantasztikusak, és nagyon nehezen tudjuk eldönteni, hogy ki az, aki megkapja, és ki az, aki éppen csak hogy lecsúszik erről a díjról. Mint programigazgató asszony már említette, kiemelten fontosnak tartja a fiatalok bevonását ebbe a munkába, ami láthatóan be is következett. Ez volt az álmom, hogy mozgassa meg az országot, és ez sikerült is. Ez az egyik sikertörténet, hogy nagyon sok kertet, 28 ezer akárhány száz kertet vonzottak már be a pár év alatti felmérés alapján azok a kertművelők, akik ebben a programban részt vesznek. Tehát a jó példa ragadós szerencsére, és a másik sikertörténet az, amit nagyon jól mondott, hogy ott vannak a gyerekek. Eddig is ott voltak talán, de én úgy gondolom, hogy most talán még szívesebben veszik magukhoz a felnőttek a gyerekeket, és a szülők, nagyszülők, dédszülők most már talán nem is mennek ki gyerek nélkül kertet gondozni, ami egy azért nagyon jó dolog, mert így a gyereket meg lehet úgymond fertőzni a föld a kert szeretetével, és sokszor észrevétlenül is, de belecsepegtetni mindazt a tudást, amivel a kertművelője rendelkezik. Ezek értékes kertművelési szokások, tulajdonságok, illetve tudományok, tudások, amiket valljuk be őszintén, hogy könyvekből, internetről csak nehezen, vagy egyáltalán nem lehet összeszedni. Tehát, hogyha valaki egy gyakorló kertművelő mellett tanulja meg a kertészkedést, azt nem lehet pótolni semmivel. A legszebb konyhakertek nagyon sok határon túli, sőt, tengeren túli magyar lakta vidékeket is elért. A program már 2013-ban nemzetközivé vált, hiszen a testvérvárosaink Székelykeresztúr, Bácskosútfalva, Szepsi és majd később Krasznohorzsánszki lengyelországi testvérvárosunk csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Azóta már van dél-anglia is, sőt amerikai városunk is, és bizony a Kárpátalját is sikerült megmozdítani. Eddig már 8 országból van jelent és összesen 165 határon túli településünk volt nagy büszkeségünkre. A program részese is évről évre több erdélyi ponton hatalmas falvak számát bevonzva vesznek részt ebben a programban, gyönyörű kerteket produkálva.
Miért éppen Hajdúnánást választották az ünnepség helyszínéül? Kérdeztük Reszegini Kálai Anikót, a program helyi koordinátorát. Mert Hajdúnánást 6. alkalommal csatlakozott ehhez a programhoz, és az ökológiai mintagazdaságunk már másodjára nyert el országos díjat, és mindezek elismeréséből, illetve évente mindig egy országos díjazottal gazdagodott városunk, tehát mindig voltak szebbnél szebb kerteseink, és az elismeréseknek az eredménye ez lett, hogy ebben az évben az országos díjra jelöltek díjátadóját Hajdúnánáson rendezték meg. Az országos döntőben jutott két hajdúnánási kertes is. Molnár Antal. Igyekszik családját vegyszermentes, jó ízű zöldségekkel, gyümölcsökkel ellátni. Nagyon büszke az idős diófájára, ami alatt szívesen tölti az időt. Gratulálunk, Antal! És Zsíros Imre. Az asszal került ételek ízeiben élvezheti munkája eredményét. Tudatos tervező munkája során évről évre gyümölcsökben gazdag kertel büszkélkedhet. Egyre több gyógynövény termeszt, mely remek gyógyír az egyre gyakrabban előforduló egészségügyi problémákra. Gratulálunk! Mindkét versenyzőn visszatérő versenyző már, az egyik egy zárkert 3-as kategóriában, ami azt jelenti, hogy egy zöldséggyümölcsel, a másik pedig egy 50 négyzetméter fölötti tedei lakosunk volt. Én azt mondom, hogy 80 éves korára való tekintettel minden téren elismerésben részesül, hiszen egyedül műveli a kis kertjét, példamutató, amit tesz. Az elismerések mellé a sok éves példamutató munkát megköszönve a házigazda Hajdúnánás egy gyönyörű néptáncműsorral is kedveskedett a vendégeknek. A közelmúltban országos elismerésben részesült Aranyszalma néptánc együttes előadásában egy fergeteges, lakodalmas táncjátékot tekinthettek meg. Program zárásaként elkészült a hagyományos közös fotó Kovács Szilvia és az ő kedves kerteseivel.